A megyeszékhelytől 15 perc autóútra lévő Nyírturán alig találni eladó ingatlant, mivel egyre többen költöznek ide Nyíregyházáról vagy a környékbeli kisebb településekről. 6 évvel ezelőtt 1780 fő lakott Nyírturán, ma közel 2000 lelket számol az egyre fiatalabb átlag életkorú község, mondta el a polgármester, aki bölcsöde bővítés megvalósítását ígéri az idei év végére. Az önkormányzati épület szomszédságában korábban is működött egy mini bölcsöde, de a növekvő létszám miatt folytatni fogják az épületkomplexum bővítését, így ennek az udvarnak egy újabb részét fogják beépíteni. Elfogadtuk a költségvetést egy 560 millió forintos főszámmal. Az látszik belőle, hogy megérkezett egy kormányzati segítség a béremelésekre, és így a költségvetés nulla feletti szinten lehet, úgyhogy az idei évünk az biztosítottnak látszik. Idén tervezünk egy bölcsőde fejlesztést, tavaly évben nyertünk 150 millió forintot, van már egy 7 fős minibölcsünk, ezt szeretnénk bővíteni, mert nagy az igényre a településre, rengeteg fiatal költözött ki a településre, és ez miatt indultunk neki, a közbeszerzése zajlik jelen helyzetben, bízok benne, hogy egy hónapon belül az első kapavágást meg tudja eltenni a vállalkozó, aki ezt sikeresen elviszi, és télre lesz egy vadonatúj csoportszobával bővült bölcsődénk. Ezen a helyen sokáig egy romos ház volt, végül az önkormányzatnak sikerült megvásárolni a telket, amelynek helyén parkot alakítottak ki. A belterületi utak és járdák felújítása mellett a külterületi utak fejlesztésére is nyertek 200 millió forintot. Ennek egyelőre még tart a közbeszerzési eljárása. Mikó Gábor polgármester azt mondta, már évekkel ezelőtt elkezdték korszerűsíteni a közintézmények energetikai ellátását, így felkészülten néztek szembe a növekvőre. 2011-12 magasságában akkor is már számomra magas gázárakat próbáltuk elkerülni, meg van egy 30-35 hektár erdő a település tulajdonában, és erdőgazdálkodással foglalkozva fához jutottunk, és fágázostó kazánokat szereltünk az intézményekbe. Nem kilépve a gáz bűvületéből, tehát mindig meglegyen az a biztonság, de lényegesen lecsökkentettük a kifizetett számláknak a nagyságát. Ez már onnantól érkezett, és 2 évvel ezelőtt döntött úgy a testület, hogy a közvilágítást önerőben megpróbáljuk korszerűsíteni, amely az idén fejeződött be, és azt kell mondjam, hogy 1/3-ára csökkent a havi fizetendő villanyszámlánknak a... És igazából azt mondom, a villanyszámlánk nem változott, de az energiafelhasználásunk az ide csökkent. Tavaly augusztusban a nagy áremelkedések folyamán pedig az intézményeket elkezdtük felszerelni napelemekkel, hogy ott is próbáljuk valamilyen szinten visszatáplálással csökkenteni a villanyszámlákat, ami folyamat zajlik. Valamit már átadtak, valamire megérkezett már az engedély, ez egy hosszabb folyamat, hogy engedélyezze a szolgáltató rácsatlakozási lehetőséget. Egy 60-70%-ának már megérkezett, mert az óvodát, a bölcsődét, az önkormányzatot, az orvosi rendelőt, az IKSZT-nket, az idősek otthonát is felszereltük napelemekkel, és így próbáljuk úgymond futni magunk után és a pénzünket megtartani. Nyírtura legnagyobb turisztikai attrakciója, a Tura Ring idén is várja majd a versenyzőket és közönséget egyaránt. A 90-es években kezdtek el futamokat szervezni a település határában lévő pályán, amelynek infrastruktúráját folyamatosan fejlesztik. 90-es évek elején alakult egy rallipálya Nyírturán, amely több mint 10 évig adott helyet különböző versenyeknek, amatőr futamoknak. Aztán a társult felvonulásával felelésre merült motorosok vették át a helyet, de 2012-13 magasságában újra sikerült erőt lendíteni ebbe a sportágba, és erre szerveződött már közel 3 éve egy egyesület, amely újrintotta a hagyományt, és próbál helyet adni mind helyi lakosokból jövő amatőr versenyzőknek, mind pedig a környékről érkezőknek. Mikó Gábor hozzátette, évente 5 versenyt rendeznek a Tura Ringen, amelyre 50-60 amatőr versenyzőt várnak egy-egy napra. Ezek közül kiemelkedik majd a szeptember első hétvégéjére tervezett falunappal egybekötött rendezvény, amelyre az autósport mellett más programokkal is várják majd a családokat.